Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Tiszafüreden, és pár perccel ezelőtt megnyílt a Tiszaszó Rádió. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a Szabó Róbert, a Heves megyei közgyűlés elnöke is itt volt az avatók között. Hogyan értékeli ezt a fejlesztést, ezt a beruházást, hiszen 3 éve nem volt ennek a térségnek rádiója? Gazdagodik a Tiszató Rádióval a Tiszavidék és a Nagykunság, hiszen egy olyan korszerű média áll rendelkezésre, amely hírekkel lát majd el bennünket. A Tiszató Magyarország kiemelt ökoturisztikai célpontja, egy természetközeli turizmusnak a otthona, és az jó, hogyha tudjuk azt, hogy milyen programok, milyen lehetőségek vannak itt, milyen gazdasági élet zajlik, hol van például valamilyen fejlesztés, hol nyílik új étterem, vagy a régi meglévő éttermekbe milyen választék várt bennünket, a kempingek, a szálláshelyek, a strandfürdők, vadászati, horgászati, halászati lehetőségek vannak a térségben. Egy eleven vérkeringés kell ahhoz, hogy ez eljusson, ezeknek a híre eljussanak az itt élőkhöz, és akik itt átutazóként megfordulnak. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a rádiónak, 3 éve nincs működő rádió a Tiszatónál, és ugye a megyének ezt a részét le tudjuk fedni, hiszen Karcagon is van rádió, Szolnokon is van, így ez a fehér folt eltűnik, és én remélem azt, hogy sok érdeklődő hallgató lesz, és még több vendég, aki ellátogat ide a térségbe. És néztek, itt az előbb a térképet mutatták önnek, hogy mennyi a hatókörzete, Heves megye is közel van, tehát azt hiszem, hogy ez is egy fontos lépés, hogy 2 megyét is összeköt ez a rádió. 2 megyét köt össze, hiszen a Tiszató az döntően Heves és Jászlagykun-Szolnok megye között fekszik, és a Nagykunságban is vehető lesz, tehát én úgy látom, hogy Karcagon is egy jó rádióval már minden további nélkül tudjuk majd fogni az adást. Kívánjuk, hogy ön is, ha itt van a térségben, akkor tudja hallgatni, hiszen, mint elmondta, ez az a médiacsatorna, ahova nem kell olvasni hozzá, nem kell külön nézni, hanem csak vezetés közben is lehet hallgatni. Én kívánom, hogy hasznos információkat hallgasson a Tiszató Rádióban ön is. Köszönöm, mert gyakran vagyok itt átutazóban, és akkor mindig átállunk arra adott régióra, arra a regionális adóra, amely ott működik. Itt Hajdú-Biharban is van rádió, Pest környékén is jó néhány található, és az ember akkor mindig feltöltődik helyi hírekkel. Ez fontos, úgyhogy mivel nem igényel külön időt, ezért folyamatosan hallgatjuk majd, amikor erre járunk. Köszönjük szépen! Köszönöm! Szabó Róbert, a Tiszatavi Fejlesztési Tanács elnöke is itt volt ezen a ünnepélyes átadáson. Gondolom, hogy ön számára is nagyon fontos volt ez a mai nap. Természetesen itt, ahogy el is hangzott, médiatörténelmi eseménynek vagyunk tanúi, ezt én is így gondolom. Nagyon fontos, hogy végre a Tiszató, mint önálló földrajzi egységnek is van rádiója, tehát elmondhatjuk, hogy van egy Tiszatavi rádió, és hát ez elengedhetetlen a térség fejlődésében, az információ áramlásban, mind a belső szolgáltatásoknak a reklámozásában, mind a híreknek a továbbításában, és hát ezt tudjuk, hogy a helyi rádiók általában a leghallgatottabbak. Tehát helyben a helyi rádiók hallgatottabbak, mint a kereskedelmi és az egyéb országos rádiók. Épp ezért nagyon fontos, hogy itt a Tiszatónak is legyen egy ilyen rádiója. Épp az előbb beszéltük, hogy akkor most 2 megye, 3 megye, 4 megye, tehát hány megyét is érint ez a rádió? Hát én, ahogy néztem, itt a szórási területet 4 megyét is érint. Tehát ez a Tiszató speciális helyzetéből adódó, ezt mindig elmondom, és ezt mindig figyelembe kell venni, hogy itt 4 megye határán fekszik ez az amúgy földrajzilag önálló és nagyon jól elkülöníthető és nagyon gyönyörű tájegysége az országnak, és ezt ekképpen kell kezelni. Ezt is ezért fontos, hogy legyen saját médiuma, mert, mint ahogy említettem, a megyék határain, perifériáin helyezkedik. Én Heves megyéről tudok beszélni, Heves megyében is 2 kereskedelmi rádió van, egyik sem ér már le ide a Tiszatóig. Akkor azt hiszem, hogy lesz feladat itt bőven a tanácsnak is, és a rádiónak is. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a beruházás, és térüljön meg itt a sok-sok hírrel, és mindenkit informáljanak. Hát én is ezt kívánom, úgyhogy ebbe így a végén meg is egyezhetünk. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Rajna Péterrel beszélgetünk, hiszen, mint a megnyitójában elmondta, majdnem 3 év telt el, míg megnyílhatott az a Bácsolóki Rádió után ez a térséget, Tiszató Rádió. Sok-sok munkájuk van ebben, azt hiszem, hogy ez az íra a pont, ez ma kerülhetett föl. Igen, nagyon sok munkánk van benne, 2 éve dolgozunk már ezen a projekten, 2 éve született meg az ötlet, hogy szeretnénk egy ilyen rádiót létrehozni.
nagyon sok munkával, tehát a két év, eljutottunk idáig a mai napig, hogy át tudtuk adni a vadonatúj stúdiót, ennek nagyon boldog vagyok és büszke vagyok rá. 28-ától élőadással tudunk indulni itt a Tiszató régióban, 30-40 kilométeres sugárzású körben tudunk elérni embereket Tiszafüredről. Kereskedelmi frekvenciát üzemeltetünk, ez nagyon fontos hangsúlyozni, ez a Bácsalóki az közösségi frekvencia volt, sokkal több, nagyobb arányú szöveggel és kevesebb zenével, ez nálunk pont fordítva lesz, sok zenét fogunk sugározni, mint a kereskedelmi rádiók általában, és emellett nagyon fontos lesz a hírek, információk is természetesen, de sokkal szórakoztatóbb műfaj a kereskedelmi rádiózás. Itt az előbb beszéltük, hogy 4 megyével lehet önöket hallgatni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos akkor, hogy innen a híreket összeszedjék. Hány kollégával indulnak? Egy olyan 8 fős stábbal fogunk indulni. Természetesen nem mindenki főállású alkalmazott, van, aki csak mellékállásban műsorokat gyárt nekünk, és besegít, egy 8 fős stábbal fogunk indulni. Akkor azt kell, hogy nagyon sokáig lehessen hallani. 7 évig biztos, hiszen mondta, hogy 7 évre nyerték el a frekvenciát, és nagyon sokan hallgassák önöket. Igen, 7 évre nyertük el a frekvenciát, 2020-ig szól a szerződésünk, addig használhatjuk a 88.7 kereskedelmi frekvenciát. Én nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz ez a rádió, mert ebben a régióban semmilyen más megyes központú rádiót nem lehet hallani, csak az országos rádiókat. Regionális rádióban 3 éve már hiány van, itt a Tiszató régióban. Én úgy gondolom, hogy ez egy űrt fog betölteni, és szeretném, hogy ez egy olyan szórakoztató és információs központ legyen, ami közelebb hozza ennek a 4 megyének a lakosait. Reméljük így lesz, és jó munkát kívánunk önöknek. Köszönöm szépen.